az az igazi vizuális művész, aki látja a matematikát, mert az egész világ matematika. Amikor a zeneértők olvassák a kottát, az is matematika. Amikor a táncos felugrik, az egy szép geometriai forma. Aki olyan képeket csinál, amelyekben nincsen geometria, az olyan, mintha én táncolnék az operában. Ezt mai vendégem Szipál Márton mondta, üdvözöllek, illetve hát inkább azt mondom, hogy mi vagyunk a te vendégeid, hiszen a saját házadban fogadtál minket, és hát nyilván a nézők is hallják, hogy tegeződünk, ez nekem azért furcsa, mert hát közel 70 év van közöttünk. Nem tiszteletlenség ez részemről? Nem gond, nem zavar téged, hogy tegeződünk? Nem. Megmondom őszintén, ha önözök, én nem önöztem fél évszázadot, és ha hazajöttem és elkezdtem embereket önözni, rögtön megkérdezték, ugye maga nem élt itt. És ezt én nem akartam, úgyhogy én megkértem mindenki, hogy tegezzen le. Mert magázni az ember a csicskását, meg a cselédjét magázta, nekem úgy nem udvarias, ha valaki lemagázott. Igen, csak sok művész azt gondolja, hogy ez illetlenség, hogyha egy nálánál fiatalabb valaki letegezi. Én nem, Amerikában mindenki tegez mindenkit, és senki nem sértődött meg. Ezt a kérdést, amit most feltettem, ezt már nagyon sokan feltették neked, illetve nagyon sokan jártak is már itt a házadban, és nyilván minden riporternek fontos az, hogy olyan kérdést próbáljon meg feltenni az interjú alanyának, amit még nem tett fel más. Veled kapcsolatban ez nehéz, mert nyilván engem is az érdekel, amit mindenki. Igen, tehát ezt szerettem volna megkérdezni, hogy van-e olyan kérdés, amit még nem tett fel riporter, de szívesen beszélni róla. Nagyon büszke vagyok. Tudnék, Amerikában, míg előtt hazajöttem, kiadtak egy másfél órás interjúmat egy CD-n, és 400 képemet megmutattak. Most igen, ez elfogyott, és írtam nekik, küldjenek már egy pár printet. És kérjenek, küldtek egy pár printet, nem is tudom, hol van, és de nem baj, majd megmutatjuk, bele lehet vágni. És megnéztem, és a végén vannak képek, amit itt Pesten csináltam. Hát mondtam, ezek akkor az emberek belerakták még a pesti képeimet is, és olyan boldog voltam, hogy még mindig egész, hogy eladták az első sorozatot, és a másik, hogy még itt Pesten se feledkeztek meg rólam. És ezt az internetről ezt tették le, gondolom? Na, aztán gondolkoztam, mondom, 21. században vagyunk. Az internetről azt szednek le, amit akarnak. Ha már 21. század, mennyire használod a számítógépet, illetve a Facebookot, hiszen ugye fotózásról beszélünk, a Facebook pedig arról híres, hogy mindenki képeket töltöget fel magáról. Mi történt vele aznap, mik a tervei, hol nyaralt? Van Facebookod? Ó, persze. Hát persze is van. 1, 2, 3, 4, és ez az ötödik könyv, ami megjelent. Most megjelent tavaly karácsonyi, nagyon szép könyvem. 2 milliót kaptam, megint nem tudom a nevét ennek a magyar művészeti, nem tudom micsoda, és nagyon jól sikerült a könyvem. El is van minden adva, talán még interneten lehet belőle rendelni. Hányan jártak már itt a házadban? Hányan szerettek volna ide eljönni, és hányan készítettek itt veled interjút? Én nagyon hívó ember vagyok, de én nem számolom. És így összességében körülbelül hányan, ezt tudod? Én nem tudom. De mondom, a barátnőm most hozza az a könyveket, meg a magazinok, amiben benne voltam ezzel az idő alatt, azt mondja, tele van a trankod. Egy csomó olyan könyv, ami az én arcom van a magazinokon, meg minden. Mikor hazajöttem, nagyon népszerű voltam, de most meg nagyon boldog vagyok, mert mindenki ismer. Melyek az utcán, mindenki, ahol bemegyek, ezt nevem szólítanak, nagyon jól esik. Mennyi munkádba telt az, hogy elérjél idáig, hogy Szipál Márton fotóművész, ismert, elismert, sőt, mi több, nemzetközileg is elismert fotóművész legyél? Én megmondom, ez ilyen szabad akaratban nem nagyon hiszek, de nem akarok filozofálni. De a filozófiát, pszichológiát szeretem a legjobban, mert utolsó évben érettségi előtt egy óra volt minden héten, pszichológia, filozófia. És már akkor is kezdtem rájönni, ez mind a kettő fontos együtt, amit a pszichológia nem tud megmagyarázni, az a filozófia megmagyarázza. Amit a filozófia nem tud megmagyarázni, az a pszichológia megmagyarázza. Nekem annyira tetszett, hogy egész életemben csak pszichológia és ilyen könyveket olvastam, és néztem, és mind Seattle barátaim voltam odakint, úgyhogy én nagyon és föl is tudtam használni. Mert a portré fényképészetnek ilyen fontos a fényképezőgép, ilyen fontos a lámpák, és ilyen fontos, hogy te milyen direktor vagy, hogy te milyen pszichológus vagy, és egy ideges, reszkető nőről, hogy lehet olyan képet csinálni, hogy úgy néz ki, hogy majdnem rád úrik. Mert a színészeknek ilyen képeket kellett csinálnom, és ez nem volt elég, hogy mosolyog, annak a szemével, kifejezésével,
rátok kellett, úgy nézett, mint a most akarok rádugrani. Ha már a portréfotózást említette, te azt vallod, hogy az ne legyen portréfotós, aki 15-20 perc alatt nem tudja a nőt elvinni a lakására. Milyen mi az összefüggés? Hát nyilván, igen. Én így szoktam mondani, mert mindig megkérdezik, legyek én egy portréfotós? És akkor van egy kérdésem. Találkozol egy csajjal, 10-15 percet, 20 percet van, hogy megdumáld vele, hogy készül vacsorázni, kijön veled vacsorázni, vagy fél a lakásodra. És nem tudom megcsinálni, mondom, akkor tájakat, tárgyakat, épületeket, az is művészet. Az is művészet. Csak mind használni kell benne a vizuális matematikát, a geometriát. Most vagy hármas volt is látom a természetbe, ezeket mind én figuráltam ki. A televízión láttam három ilyen sót, hogy ők is mindent a geometriára és a matematikára hárítanak. Zenét tudnak zenét kopírozni kompjúteren, mert az is matematika, és a kompjúter ért a matematikához. Hát nem Beethoven fog írni, de Beethovennek a stílusát le tudja játszani. Én elájultam. Nem zavar téged az, hogy ha már számítógépekről beszélgetünk, ma már percek alatt meg lehet csinálni azt, amit te mondjuk évekkel ezelőtt akár órákba, neked órákba vagy napokba telt. Tehát a mai embereknek, akik a fotózással szeretnének foglalkozni, sokkal könnyebb dolguk van, mint neked volt. A fotósoknak volt. Igen, bocsánat, és értem őket, de a fényképészeknek, mint például ő is, nem. Az fényelés ésszel, és egy nagyon sok dumával csinál egy jó képet. Amerikában kérdés, én gépe volt és regezési fényképezet, mi azt mondtam, hogy kamera tulajdonos. Ez óriási különbség. Mozgóképpel soha nem szerettél volna foglalkozni? Nem, megmondom őszintén, én sokkal nehezebbnek tartottam, hogy olyan képet csinálok, mert soha nekem senki nem jött vissza megmutatni, hogy Martin, ez az illető jobb képet csinált, mint te. Ilyen még velem nem fordult elő, és én nagyon büszke vagyok. Az előbb említettük a portréfotózást. Kinek nehezebb a feladata, az alanynak vagy a fényképésznek? Hát nem is a fényképésznek, mert az alany, még ha színész is, az olyan ideges, hogy borzalom. És azt látni kell valakin. Én legalább gyorsan meg tudom mondani, hogy te ideges vagy, mint egy pszichológus vagy egy pszichiáter. Most ideges vagyok? Nem látom a szemedet, azt a szembe lehet látni. Valószínű nem, mert ha mi diszaszociálva vagyunk, ahogy most te is, ilyenkor nem vagyunk idegesek. Na most az a pillanat, hogy vagy, hát mindig viccelek, ha adsz két vodkát valakinek, akkor megnyugszik, vagy egy zenaxot, de hát ilyet nem lehet csinálni. De sajnos verbálisan kell az illetőt megnyugtatni. Úgy beszélni hozzá, és gyakoroltatni. Én például egy csomó instrukciót adok neki, nyáld meg a szádat, emeld a fedet, így is szükség rá, csak hogy rászokjon, hogy én őt dirigálom. Ez nagyon fontos. De sok férnek is ajánlanám, hogy ezt így csinálja, hogy ok nélkül is dirigálja kellemes dolgra a feleségét. A mai napig egyébként ezt tanítod a tanítványaidnak, hogy így fotózzák az aranyokat? Természetesen. Én akkor vagyok a legboldogabb, amikor elmennek a tanítványok, és azt mondják, Martin, nagyon köszönünk mindent. Igaz, hogy a legtöbb részét, amit mondtál, soha nem olvastam, soha se hallottam. És én akkor nagyon boldog vagyok. Hogy lehet egyébként elérni azt a portréfotózásnál, az alanyoknál, hogy ne idegeskedjenek? Azon kívül, hogy mondjuk pálinkát adsz nekik, vagy egy nyugtatót. Megmondom, diszaszociáltatni, beszélni kell hozzá, hogy érdekelje őt. És is dolgokat kell nekik mondani, meg kell játszatni. És meg is mondom neki. Hát te magadról is tudod, ha megyek partira, akármilyen partijáró vagy, az ajtó előtt egy kicsit ideges vagy, igaz? Igen. Na, de amely pillanatban belépsz, karba teszed a kezedet, mosolyogsz, és az idegesség elmúlt. Tudjuk, a színészkedünk, megint diszaszociálva vagyunk, az eltünteti az idegességet. Egy jó direktor onnan látja, hogy te jó színész vagy, nem, az nem lát a lelkedbe, de az arcodon, hogy én is látom, látja, hogy idegesség van az arcán. Akkor rossz színész. Csináld újra. És én is, ha látom, hogy valaki ideges, akkor megint mondom, nyálod meg a szádat, és itt lejjebb a fejedet, érted? Csak kamuból, tudod? Hogy figyeljen rám. És akkor figyelj rám, látom, akkor megmondom neki így a fejedet, de nézd már rám, így egy pici mosoly, nagyon jó. És én meg is mutatom neki, mint egy direktor is megmutatja a színésznek, hogy ilyen arcot kérek. Azt nem lehet egy gép mögül megmutatni, mint hogy egy csomó fényképész itt csinálja. Azt így meg kell nekik mutatni. Tehát és kell a szemkontaktus azért. A legnehezebb, amikor kimentem, megkérdezik tőle, te tudsz színészeket meg sztárokat fényképezni?
Hát olyan zabos lettem, és a fiatal embernek nagyon-nagyon igaza volt, azok mind nagyon ideges emberek. Úgy voltak trénolva, hogy a lencsében nem szabad belenézni, igaz? Na most, én csináltam is olyan képeket, hogy belenéznek a lencsébe. Hát a John Wayne először, aki lefényképeztem. Most hallottam a televízió, hogy 250 filmet csinált, senki ennyit senki ennyi pénzt nem csinált a mozi stúdióknak, mint a John Wayne. Nem tudtam lefényképezni, hogy belenézzen a lencsébe. És csináltam, csak azt tetszett neki, hogy egy kicsit oldalt néz. Uh-huh. Meg vannak szokva, hogy soha nem néznek a lencsébe. És ez nagyon nehéz. Van egy pár, aki bele tudott nézni. De a legtöbb nagy színész az mind elnéz oldalra. A szépség szerinted matematika, mint ahogy nagyon sok minden más. Hogyan tudsz szépé tenni egy kevésbé szép, mondjuk embert? Vagy éppen tárgyat, ami mondjuk nem szimmetrikus, nincs benne szépség. Hát például a legérdekesebb dolog az a formáról, akinek geometriai gömb a melle, azt megnézzük, az szép. De valaki ide lelóg, nem nézzük meg, mert csúnya formája. Ugyanez vonatkozik a kis fenekedre, az egyenes, nem a lábad. Egy tuskolábú lány után néznek. Nem, de akinek egy gyönyörű láb van, mindenki néznek, annak geometriai formája van. De mi van akkor, ha valakinek tuskolába van, de szeretne magáról egy szép képet készíteni? Nem fényképezzük le a lábát. Vagy úgy állítjuk be. Na ez az, ezt szerettem volna, hogy kell beállítani. Ők csinálták, és el voltam ájulva, hogy odaszóltak, hogy tedd keresztbe a lábadat, egy kicsit arrébb, mert tulajdonképpen ezt be kell állítani. Ezt be kell állítani, másképp nem olyanok. Én ma 30 képen mutatok, hogy kezeket hogy kell beállítani. Mert ha jól tudom, ugye ezt is mondtad már korábban, hogy a kezet és a szemet a legnehezebb fotózni. Te lopsz tőle. Én csak idézlek. Te kérdez a legbrilliánsabb dolgot, kérdez, mind mondanak, és ez mind nagyon fontos. És hogy ezt kitaláltad, hogy ezek a legfontosabb részek? Nem kitaláltam, ezt te mondtad, még egy korábbi beszélgetéskor én ezt tudom, tehát abszolút nem lopok tőled. Te mondtad, igen, nyugodtan, megjegyeztem. Nyugodtan, bár mindenki lop, nagyon boldog lenni. A pestiek nagyon jó fényképészek voltak. Csak sajnos mindenki elment.